Augusztus 20-án hajnalban egy kerületi társasházhoz riasztották a tűzoltókat. A 4 emeletes épület egyik földszinti lakásában csaptak fel a lángok, egy hibás ventilátor okozta a tüzet. A szakemberek az utolsó pillanatban avatkoztak közbe, az egyik első emeleti ablakkeret is meggyulladt már. Az anyagi kár jelentős. A hatósági tűzvizsgálat megállapította a lakó vétlenségét, a híresztelésekkel ellentétben nem dohányzás okozta a tüzet, hanem elektromos zárlat. Arra ébredtem, hogy folyik a ventilátor műanyaga, illetve egy műanyag asztalra volt téve a ventilátor, mert festés, nagy talakásfelújítás volt nálom, és a kis szobában voltak a nagyszoba bizonyos bútora és ruházata. Megpróbáltam oltani, hirtelen ebben a rumliban nem találtam oltóedényt sem, kiszaladtam, hogy fölkapcsolom a villanyt, már ugye rövid zárlat volt, és akkor egy vizes törülközővel próbáltam csapkodni a tüzet, és így, hát persze, hogy nem sikerült, inkább a két lábfejem megégett. A jelzett esetek felében a szakembereknek be kell avatkozniuk, a kisebb tüzeket csupán 23%-ban sikerül a lakóknak eloltania. A biztosítás miatt azonban a tűzoltóknak ilyenkor is jegyzőkönyvet kell írniuk. A jóhiszemű jelzések, vagyis amikor a bejelentő azt hiszi, hogy tűz ütött ki, de téved, ritkán fordulnak elő. A kerületben a szándékos megtévesztés nem gyakori, a 10%-os országos arányhoz képest nálunk 2% körüli. Egyértelműen azt tudom ilyenkor tanácsolni, hogyha valaki találkozik egy ilyen káreseménnyel, és ha nem egyedül van, tehát legalább ketten vannak, az egyikük azonnal hívja a tűzoltókat. Értelemszerű persze az ember próbálja még a kis tüzet eloltani, tehát próbál beavatkozni, menteni. Az esetek többségében ez nem szokott sikerülni. Augusztus 31-ig 624 vonulásuk volt a tűzoltóknak a környéken, ebből a 18. illetve 19. kerületre 387 bejelentés jutott. A kiszállások 60%-a műszaki mentés, természeti csapás, baleset vagy műszaki meghibásodás, aminek során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak kerülnek veszélybe. Év végére a riasztások száma 1000 körülire nő, ami az elmúlt évek statisztikája is egyben.